Na üdv mindenkinek, sziasztok! Én Farkas Norbert vagyok, és ez pedig itt egy újabb horror videó. És tudom, nagyjából egy hónapja nem volt semmilyen jellegű tartalom a csatornámon, de elnézést, nem tudtam 8 felé szakadni, viszont most már itt vagyok. Nyomassuk, és nézzük is meg, hogy mégis ez micsoda. A Facebookomon és az Instagramomon tettem ki egy képet, amiben mondtátok, hogy egy jó pár horror játékot kértem kommentbe, hogy mégis mivel nyomjam. Ezeket veszem most szemügyre, és nézem is meg mégis, hogy ezek micsodák, úgyhogy a The Horror Last Tape nevezető játékkal fogok játszani. Ez egy demo ismételten, hiszen idén fog megjelenni. Remélem, hogy jó kis rémény, mert ezt részem, és az elmentesikon egy olyan 15 perces kis tömör gyönyörről fog szólni. Nem néztem bele csak egy-két képkockát, és arra sem volt túlságosan kecsegtető legalábbis, ami a nyugodt lelkiállapotot kell, hogy előidézze. Úgyhogy vágjunk is bele, nézzük is meg, hogy milyen a játék. Aztán szórakozunk egy nagyot rajtam, meg a játékom. Úgyhogy remélem, hogy jó hatással lesz a bioritmusomra. Vágjunk bele, srácok! Na hát, van egy ilyen csodálatos szobánk, amiben este 9 óra 59 perc van, úgyhogy este 10 óra van, ömlik az eső, de hogy éppen milyen nyílásból bazd meg hallom a kurva esőt, azt nem tudom, de igen, ömlik a fülemben az eső, úgyhogy ja, az király. 9:59, van egy lapos topunk, tök jó, meg minden. Ilyen szekrény kéne nekem, meg ilyen bogaras, mert azok bogarak, nem? Hogy ez csak ilyen dzsúvaszál? Nem tudom, tök mindegy. Ilyen bogoras lakásban tudod, mikor laknék, bazd meg! Fogd meg azt a kurva lapot, aztán hajrá! Mi ez a dzsúva? Nem baj. Elég nagy a kecó. Fasz a szar kiosztással, annyi kell. Hogy mindenhol ilyen neoncső van, azt vágod anyám, hogy a neoncső az 50-szer pislákon másodperceket és kurvára szétbassz a szemet. Na mindegy, most ebben nem menjünk bele. Oké, ez zárva. Zárva. Ezt már nem is tudjuk kinyitni? Jó, akkor nem tudjuk kinyitni, nem baj. 2014-et írunk, tök jó, vagy annyira hanyag szarok vagyunk, hogy nem vetünk újat, nem baj. Itt van egy telefon, amivel... A telefonra néz, annyi kinyílt az ajtó? What? Oké. Okay. Kazetta! Az a Shrek 2 akar lenni, az a... Uspék 2! Az a Shrek, bazd meg! Jó, ez csak a... Ez a nem copyrightos verziója. Na mindegy. Oké. Okay. Itt vagyunk bent, ahol van két üdítő és pohár, van mindenféle egyéb. Mi a student has been misleading school in the university dorm? Jó, hát egy gyilkosság történt. What? Most mit nyitottam? Ó, oh, kekszet is felvettünk. TV-t be tudjuk kapcsolni? A Max TV-t. Long life, az tök jó. Szóval ezzel mit tudunk csinálni? Ja, nem, az mindig a kis könyv volt. Ott meg valakinek a profilképe el van rejtve Facebookon, nem baj. Itt nem tudunk csinálni szart se. Oké. Okay. De hogy amúgy, hogy mi a missionöm, srácok? Meg kell, hogy mondjam, fingom nincs! Fingom nincs! Csak szólok. Tehát, hogy mit kell csinálni a szegény Norbinak? Fingom nincs. Nem baj. Itt tudunk valamivel elbetűzni? Nem nagyon. Ó, most már ide biztos tudok menni? Hát onnan jöttem. Ez se jó, ez se jó. Hallod? Halló, papa! Halló! Üljek le azt, rejszoljak egyet, hogy mi van? Most ilyenkor mi a gyász van? Inventory vagy valami? Semmi nincs, hallod? Tudom, milyen hangja volt ennek a kopogásra, mint amikor a Twitch-en benyomják azt a csíres, izé, kopogtató szarhangot. Ez mi volt? Ki kopogott? Ezeket én miért hallani kettőkor játszom? Pislákol a fény is.
Valaki beleszólt a telefonba, vagy én beleszóltam, hogy hello, és valaki bőgött. Na ez mi a bánatos gyubafasz? Astroboszkóp, geci! Aha, Istenem, de jó! Jó. Nem baj! Van egy lámpi... melyik ajtó nyílt ki? Haló? Haló? Házmester B! Oké, de onnan jöttem, abból a szobából. Az... Jó, a kurva anyád! Dugni akarni. Van nálam gumi, gyere. Haló? Aha. Ez kellemetlen, mert... Ez engem telefon fog mindig zakapni? Ott egy kulcs. You are next. Én vagyok a következő. Én vagyok a kövi, de várjam már, most valakit most gyilkoltak meg, most olvastuk a fali újságon, vagy a kis füzetbe. Ide nem tudok bemenni, de abból a szobából jöttem, érted? Oké. Okay. Aló. Melyik? Ez a... Kilincs módszer. Értem. Jó. Rendben, ez a kislány. Ide hoztuk ezt a cukorkát, amit kivettünk ugye a fiókból. Ezt megcsináltam előre a taszkor. Valaki sutog a falba. Haló, kőműves kell menni! Haló? Ilyenkor mi a názáreti tejfölös káposztalé van? Hallod? Egy fagyott hallal kéne valakit arcon csapni. Aki szembe jön. Hol a frigó? Aha. Persze, egy... Jaj, ott egy kis füzetecske nekünk, egy kis cetli, hogy... Ez egy kis boldogságos lapocska, ha rossz kedvedben olvasd el! Aha. Aha, ebbe semmi nincsen. Jó, nem baj. Figyelj, most már legalább tudjuk, hogy van egy kislánynak egy kis szentélysarka, ami jó, persze, nyilván. Ez tök jó, feltéve, hogyha egy szellem nem hozza rám a szívgörcsöt. Persze, ez nem nyílik ki. Haladunk errevőre felé, a dzsúvás levegőbe. Jó, itt még mindig nincs semmi, csak az, hogy you are next. Tök jó. Itt semmi, nothing special here. Aha. És itt van mi a fa? Tehát valaki kigácsolt engem. Azt jól érzékeltem? Hogy valaki engem felrugott, mint egy lovat. Megbotoltam a pöcsömbe. Ó, nem baj. Vagy nem, most úgy fölkeltem. Várj, most előről kezdődik a napom? Nem, mert van lámpám. De ugyanaz. Ó, ez egy ciklusba kerültem bele. Aha. Na gyere, a ciklus. Biciklus. Haló? Oké? Okay. Semmi? De ebbe a szobában volt a izé, szellemtyúk. Aha. De jó. De jó. Ugyanúgy 959 van. Engem meg valaki hasra baszott. Tök jó. Mintha mások is lennének a fények, nem? Oké, okay. Ugyanúgy beszél a sarokba valami.
Várj, ugyanazt kell csinálnom, mint az előbb? Nem, mert nincs itt a könyv. Aha. Jó, akkor igazából ez nem egy repeat, hanem egy... valami. Oké, ez zárva ott, mert még mindig... Hallod, ne suttogjatok már a hátam mögött, bazd meg, gyere is, mondd a szemem... Mondom, gyere is, mondd a szemembe! Ez mi a fa volt? Hol volt ez a szekrény kiborítós? Itt? Nem. Hol borult ki a szekrény? Vagy nem tudom, haló? Oké. Ez nem nyílik. Ó, hallottátok ti is? Ha? Bízom benne, hogy itt vagytok velem. Hallottátok ti is? Wakitanabuwe! Yeah, anyádat zárodsz be! Hogy az a keresztbe túrt joghurtos szemöldök szőröd mászna rá az arcomra. Hú, már Joker is itt van a játékban. Humoros va... Mik ezek a cutscene-ek? Ennyi volt? Hát ennél azért lényegesen többet vár egy ember egy horrorjátéktól, azért az valljuk be. Nem rossz! De ez nem egy demo, ami alapján azt mondom, hogy hogyha megjelenik a teljes játék, akkor ez érdekelni fog. Tehát a... What? Nyilván gondolom, hogy csak arra mentek rá, hogy maga milyen lesz az atmoszféra, milyen lesz a parafaktor történet, mert megkapjuk a teljes játékba. De jó, igazából nem volt rossz. Figyelj, felkeltem. Ez volt a lényeg a játéknak. Kelj fel, Norbi, bazdmeg. Hallod, emelt a picsádat, azért van. Na mindegy. Én remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Hogyha igen, akkor dobjatok a videóra 2 darab gigantikus nagy lájkot minden profilról. Nagyon szépen köszönöm, hogy errefelé voltatok. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor írjátok meg kommentbe, és nem sokára találkozunk. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!